lesz az új tornaszobánk. Ezen a részén az épületnek korábban kiszolgáló helyiségek voltak, mindenféle raktárak, kazánház és műhely. Flender Beáta óvoda vezető beszélt ezeken a felvételeken a Boldog Apor Vilmos katolikus óvoda új 50 négyzetméteres tornaszobájáról, melyet linoleummal borítanak, az ablakot pedig a labdákkal szembeni védelem miatt rácsokkal látják el. Az óvoda épületének felújítása még tavaly kezdődött, ezekben a napokban pedig a célegyenesbe ért. A háromcsoportos óvoda alapterülete nem változott, a belső terek kialakításával viszont a korábbinál jóval több új funkciót képesek ellátni. A korábbiakhoz képest a három csoportnak nem volt külön öltözője, illetve a mosdója. Most jelen pillanatban ez is kialakításra került, illetve a aktuális szabványoknak megfelelően most már a mozgáskorlátozottak részére is biztosítottak a megfelelő feljárók, illetve bent is a mindenféle mosdók, vészék, és ami szükséges ahhoz, hogy ők is birtokba vehessék, vagy esetleg használhassák az épületet. Az épület külső és belső felújítása mellett a fűtési rendszer is megújul, ez pedig anyagi szempontból is jelentős előrelépést hozhat. A felújítás mellett, illetve szerkezeti átalakítás mellett, még gazdaságossági szempontokból is, tehát egy napelem került fel a tetőre, így az áramellátást ezzel segítjük, illetve a fűtési rendszer alakult még át, ami jelen pillanatban most padlófűtés lesz a régi gravitációs rendszerű fűtéshez képest. Az Apor Vilmos óvoda 160 millió forintból felújított épületét a tavasszal adják át.